Sziasztok, Necrocream vagyok, és MV3. Igen, rohadt régóta nem töltöttem fel MV3-at, de újra eljött az ideje, mégpedig, hát ezt meg később elárulom, de semmi extra, egy kicsit szeretnék beszélni úgy általánosan a játékokról, de ugye sokan írtatok levelet, lesz-e még MV3, vagy hogyan fogom én ezt megoldani, hogy MV3-ozok, meg kértetek videót, a napokban is írt valaki, hogy most vettem meg az MV3-at, és hogy milyen perkeket ajánlanék neki. Hát akkor újra elmondom, mint a már nagyon sok videómban, aki kezdő, annak kézenfekvő a Marksman nevű perk. Igazából nincs specifikus perk, mondjuk, mint az MV2-ben volt a Stopping Power, hogy az szinte kötelező volt minden fegyvernél, de annyit mondok, hogy aki kezdő, Steady Aim vagy Marksman. A Marksman ugye azért hasznos, mert kiírja a nevet, hogyha zoomoltok, és hát az ellenfél nevét kiírja, ha zoomoltok, gyorsan írja ki, és ezért könnyen megtalálni, még ha fedezék mögött is van. További tipp a Marksmanhez, hogyha netten rossz a... Nem látjátok annyira az ellenfelet, vagy jól bújik, de látjátok a nevet, ahol ki van írva, mindig koncentráljatok arra, hogy a név közepét lőjétek, tehát valahol név közepére lőjetek, és akkor mindig fogtok találni. Úgyhogy ez tud lenni, azt hiszem, az egyik legnagyobb segítség a kezdőknek. Kézrikeknek pedig kezdetek valami alacsonyabbal, hogy meglegyen a sikerélmény. Amint jártátok, a lag problémám azóta se oldódott meg, úgyhogy az így fennáll, a játék eleje viszonylag laggos, és nem csak a internet lag miatt, tehát a ping lag miatt, hanem az FPS lag miatt is. Ugye nem kell ezzel elmondjam, hogy mit játszom, de hamarosan majd lesz meg az új gép. De hogy is kerültünk ide, hogy MV3, a napokban bekapcsoltam a Steamet, és mit ír ki a Steam, hogy konvertálja az MV3-at hatékonyabb fájlokra. Ez annyit tesz a mi szemszögünkből, hogy a játék magasul le van már szarva, de azért próbálnak valamit megtenni, hogy könnyebben találjatok játékot, úgyhogy sajnos kicsit rossz hírem van azoknak, akik most vették meg ezt a játékot, mert hogy kihal az online közössége, és a játék gyakorlatilag nincsen másfél éves, és a negyedik DLC, ami jelenleg nem ez a pályázat, a harmadik DLC-ből van, tehát a negyedik DLC gyakorlatilag nincs fél éves, vagy hát körülbelül fél éves, és vagy még annyi se, pár hónapos csak talán, és már gyakorlatilag a játékosok alig játszanak vele. Bementem néhány lobbiba, ugye ilyenkor, mikor a TDM-ben játszanak a legtöbben, az az egyik legbiztosabb jele annak, hogy ki kezd kihalni egy játék, és ugye körülbelül 2000-en voltak TDM-ben, Dominationben, ami a másik legnépszerűbb játék szokott lenni, 500-an voltak, elég elszomorító, de a legdurvább az a szabotás volt, két ember játszott, az nagyon kemény, vagy legalábbis próbálták megtalálni egymást az online sivatagban. Úgyhogy ennyire kihalt a játék, nem is beszélve az egyik kedvenc játékmódomról, a Face Off-ról, ahol láttam, hogy vannak a lobbyban, tehát ilyen 300-an körülbelül, tehát így váltokozva 1v1, 2v2, 3v3-ban, de csak pár százan voltak összesen teljes játékban, és egyszerűen beléptem, és semmit, tehát játékot nem tudott találni sehol sem. Úgyhogy kicsit elkeserítő, főleg azon át, hogy azért adtam abba egyrészt az MV3-at, mert megvolt ez a lag, ami igen idegesítő tudott lenni, az eléggé elkedvetlenített, azon kívül, hogy nagyon rájátom a Black Ops 2-re és most a StarCraft 2-re, nagyon ajánlom mindenkinek a StarCraft 2-t, aki ismeri a történetet, a StarCraft 2-ben az mindenképp szeretni fogja, de aki nem, csak úgy szereti a stratégiát, egy elég jó játék. Na de most vissza MV3-hoz, szóval elég kialt a közösség, és tényleg nagyon sajnálom azokat, akik körülbelül most érnek el odáig, hogy megvegyék az MV3-ot. Azt hiszem, hogy akik gondolkodnak azon, hogy megvegyék, annyit mondok, hogy ugorjátok át, és akkor vegyetek egy Black Ops 2-t, hogy várjátok meg a következő Call of Duty-t, ugye hát biztosan hallottátok a pletykákat, hogy lesz igen egy következő Call of Duty, de hogy is, mert én is csak úgy szereztem és olvastam a pletykákat róla, hogy nem egy Modern Warfare, következő Modern Warfare lesz, hanem valami olyasmi lesz a címe, hogy Call of Duty
Ghosts, vagy valami ilyesmi, és nem az MV2-es Ghostra utalnak ezzel, hanem valami ilyesmi lesz a történet, hogy a jövőben történik valami nagy esemény, aminek által a visszaröpít minket, tehát egy jövőben fog játszani a játék, és aminek el valami történni fog, és visszaröpít minket, hogy az a mostani fegyvereket fogjuk használni, tehát valami esemény folytán csak a mostani fegyvereket fogjuk tudni használni. Igen, valószínűleg így fog kinézni a játék. Az információ, tehát a pletykák, amik erről keringenek, azok, hát most nem lehet készpénznek venni, de akitől láttam én is videón, meg ahol olvastam, ez az esküdött rá, hogy ez annyira belső info, hogy már úristen. És ami úgy néz ki, hogy multiplayerből is hozott egy-két ilyen pletykát, hogy majd állítólag lehet becsúszni, tehát mint a Crysisban láthattátok, egy becsúszol és lősz című történet, továbbá még akár gurulni is lehet benne, tehát mikor lehasalsz, gurulással oldalra úgy is lehet majd lőni. Elég érdekesnek hangzik, amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a franc lehet az az esemény a jövőben, aminek által mi nem, hogy úgy mondjam, modernebb, tehát jövőbéli fegyvereket fogunk használni, hanem visszasüllyedünk a mostani fegyverek szintjére, ami hát ugye nem is lenne egy rossz ötlet, hogy egy kicsit visszajönnének a Code 4-es fegyverek, és vagy egyszerűen egy kicsit az a játékmenet, az a hangulat, amit szerettem ugye az annó volt Infinity Warban, hogy az ő Call of Duty-ek nem egy Treyarch-féle Call of Duty, tehát nem annyira pörgős, egy kicsit higgadtabban lehet játszani. A pályák szerkezete is olyan, hogy egy kicsit higgadtabban lehet játszani. Remélem ezt a formátumot megtartják, bár az Activision most már ugye nagyon részt vesz a tehát nagyon átveszi szerepet a felbomlott Infinity Ward helyéről, ugye a Sledgehammer Games-szel együtt közreműködve, úgyhogy remélhetőleg azért tartják egy kicsit ezt az MV3-os, MV2-es útvonalat majd az új Call of Duty-ban. De a lényeg az, hogy ez lenne az ugye a nagy pletyka, és annak, akinek hát megvan az MV3, vagy gondolkodik az, hogy megvegye, én azt mondom, hogy ne. Tehát sajnálom egy kicsit azokat, akik megvették, még mindig fognak tudni vele játszani, lehet, hogy lesznek néha problémáik játéktalálásban, egyre több majd, ahogy az idő telik, de javaslom inkább, hogy vagy Black Ops 2, vagy inkább azt is ugorják át, és most már várják meg az MV3-at, vagy a Battlefield 4-et azoknak, akik szeretik. Battlefield-el kapcsolatban annyit egy nagyon jó kis trailer keringett interneten, egy afféle kritika, aminek a végén elsütöttek egy olyan poénnak szánt valamit, hogy éppenséggel most jelenik meg a Battlefield 3.2, ja nem, Battlefield 4, szóval az is egy kicsit gyakorlatilag egy upgrade-elt Battlefield 3 lesz a Battlefield 4, hát majd meglátjuk, valószínűleg arra már ráteszem én is a kezemet most, hogy már a Battlefield 3-ra késő lesz, úgyhogy nagyon várom. Amire ugye még kíváncsiak leszünk, ez az új Call of Duty, hogy mikor bejelentésre kerül, hogy tényleg igazak lesznek-e a pletykák, hogy tényleg így fog kinézni majd a multiplayer, vagy netán a single player-re, kicsit most már kíváncsi vagyok a témára, miért is ne lennék kíváncsi ugye gamer létemre, de tényleg elszomorít, hogy ilyen gyorsan kihalnak a játékot, mert az emberek egyszerűen követik a divatot, és nem jut el addig a tudatunk, vagy az emberek tudata, hogy a cégek magasról leszarják, hogy neked nagyjából mi az igényük, mert nekik nem ez számít. Nekik azt számít, hogy évente kihozzanak egy kódot, évente olyan mennyiségű pénzt öljenek abba, hogy reklámozzák, hogy minél jobban feldobják a játékosok kedvét erről az egész, olyan mennyiségű pénzt ölnek, hogy újra megvedd a játékot, évente újra megvedd a játékot, és az emberek ezt beszopják, és igen, és megveszik mindig a legújabb kódot, és ezáltal halnak ki a jobbnál jobb játékok, mert egyszerűen a cégeknek semmi más nem számít, csak a profit, és még ugye akartam ezzel kapcsolatban mondani, és ugyanez igaz például, ott van a Crysis, vagy ott van a Far Cry 3, és a Crysis 3-ról beszélek, természetesen pár hónapja jött ki mind a két játék, és gyakorlatilag
kihalt az online közössége. Medal of Honor Warfighter, egy kicsit nem sönel, hogy annak kihalt a közössége, de ezekben a játékokban a multiplayer a PC világban legalábbis világszerte nem tehető több fél ezenet, tehát 5-600-an játszanak mind a három játékkal fejenként, ugye 5-600 ember játszik vele multiplayer online manapság, és a játék alig jött ki. Pedig azt kell mondjam, hogy a Crysis hihetetlenül jó játékra sikerült, és nagyon jó kis multiplayerre is van, és hát nem beszélve a grafikai teljesítményről. Amit meg akartam mondani, hogy és rengeteg a YouTube most már, ugye, mivel teljesen arra megy ki, hogy pénzt keressenek vele az emberek, és aki ugye rendszeresen követi a játékos világot, vagy a videókat, sokkal láthatjátok, hogy olyanok raknak már föl mondjuk Battlefieldről videót, vagy Battlefieldesek Call of Duty-ról videót, akik igazából soha nem is raktak föl. Gyakorlatilag mondjuk egy kodos soha nem rakott föl Battlefieldes videót annak kodos korából, de most már felrak Battlefieldes videót, és ez is egy példája annak, hogy mennyi pénzt ölnek bele a mondjuk az EA abban, hogy promotálja a Battlefield 4-et, hogy ezer nézőnként YouTube-on gyakorlatilag 15 dollárt fizet, ami nagyon nagy szám, tehát azok, akik YouTube-oznak és pénzt keresnek ezzel, azok nagyon jól tudják, hogy mit jelent 15 dollárt kapni 1000 nézőnként azért, mert megnézik a videókat, mert hihetetlenül keveset szoktak amúgy fizetni, nem áll olyan pontos összeget, de nagyon-nagyon keveset szoktak fizetni 1000 nézőnként azoknak, akik YouTube-oznak és pénzt szeretnének ezzel keresni, és az EA gyakorlatilag ennyit fizet azoknak, akik Battlefieldet promotálnak, és nagyon sok mondjuk kodos játékos felhagyva azzal, hogy Call of Duty-t közvetít folyamatosan, inkább elment és Battlefieldet közvetített, mert az egész csak a pénzről szól, srácok, és annyit tudok mondani csak, hogy legyetek észnél vagy résen, és ne hagyjátok kihalni mondjuk azt a játékot, amire amit igazán szerettek, amit igazán kíváncsian vagytok. Call of Duty esete egy kicsit talán tényleg más, mert addal az, hogy hihetetlenül népszerű játék, így nem annyira hal ki az online közösség, de én például nagyon sajnálom az MV2-t, hogy ilyen szinten nem lehet játékot találni csak TDM-ben, ami azt kell, hogy mondjam, mert nagyon régóta nem az én kedvenc játék stílusom. És hamarosan sajnos az MV3 is, ha tetszik, hanem erre a sorsra jut. Ezért ugye azt javaslom, hogy aki gondolkodik abban, hogy MV3 az ne, most már ne vegye meg, hanem inkább ugorját, és vegye meg a Black Ops 2-t, vagy az új Call of Duty-t, ami hát remélhetőleg egy izgalmas témával szolgáltatni, de majd meglátjuk hamarosan, hogy alakulnak majd a bejelentések. Nos, minden esetre a figyelmeteket nagyon köszönöm, remélem felvetettem egy új nézőpontot nektek, és következő videóig sziasztok!